Köszöntöm Önöket, ez a Weekend. Nagyon sok érdekes témával készültünk ismételten. A Weekend második részében az ikrek lesz a témakörünk. Rengeteg mindenkit hívtunk. Lesz pszichológus, szülésznő, gyógyász, szakorvos, illetve ikerpárok is a műsorban. Érdemes velünk tartaniuk. Addig viszont szólunk majd többek között az Oscar-díjról, illetve a pedagógus Oscar-díjról is. De első vendégemmel programokat ajánlunk Önöknek. A Szatmári Múzeumba invitáljuk most kedves nézőinket, Cservenyák László múzeumigazgató a vendégem, szervusz! Szervusz, szeretetek, köszöntelek, és a nézőket is. Milyen lesz a 2017-es év, illetve mi az, ami most aktuális nálatok? Biztos van valami tárlat, vagy olyan jellegű megmozdulás, ami miatt érdemes ellátogatni a Szatmári Múzeumba? Így igaz, tavasz van, de hát mi már megelőztük ezt jóval a hidegben. Egy olyan kiállítással, ami valójában még nem a télhez illeszkedett, hanem leginkább a tavaszhoz, a közlekedési múzeumnak a kerékpár történeti kiállítását mutattuk be a múzeum téli kertjében, ami egy fantasztikus, hogy végigvezeti a kerékpár történetét, a fakerekűektől egészen a mindennapok mai szuper csodák kerékpárokig. Olyan és egy kerékpár is látható, aminek az első kereke ilyen hatalmas, a hátsó pedig picuri. Természetesen ezek a nagy velocipédek is, hogy nem megtartuk. Aztán van tandem, van tridem is, ami három üléses kerékpár, tehát fantasztikus az egész. Fakerekű kerékpárok, favázú, fa szerkezetű kerékpárok, úgyhogy mintegy több mint 40 kerékpár van, ami végigkíséri a technika történetnek ezt a fejlődését. Aztán van egy Rékasi Attila nevű fotóművész kiállítása, ami a szokásos művészeti vonal, és hát készülünk természetesen a tavaszra is, és hát ugye március van, indul nálunk is az élet, a kulturális élet, művészeti élet a városban is, és hát természetesen a Szatmári Múzeumban is. Hát mindjárt a jövő héten 6-án a Máté Szalkai Eszter Tamás Gimnázium 70 éves, és ebből az évforduló alkalmából egy hosszú rendezvény sorozat kezdődik, és ennek egy nyitánya, egy kiállítás nyitás. Volt ez is diákoknak, a munkáiból, képzőművészeknek az alkotásaiból, illetve akik más, akár előadóművészként, képzőművészként tevékenykednek, az ő munkáikból lesz egy jubileumi kiállítás. Erre amúgy figyeltek majd, hogy nem tudatosan, hogy nem feltétlen csak messziről érkezett tárlatot, hanem mondjuk helyi szinten is alkottok? Természetesen a helyeket mindig szeretjük, hogyha a múzeumban is bemutatjuk a munkáikat, szeretjük a fiatal tehetségeket útnak indítani, és hát számos ilyen képzőművész, például Asztalos Zsolt, aki tavaly Magyarországot a Verencei Biennálén képviselte, grafikus festőművész, ő is Máté Szalkai tanítványom volt, és még gimis korában egy kiállítással indítottuk el azért, vagy Bócsi Krisztián a fotóst, aki szintén ugyanaz a korosztály. Nagyon fontos, hogy a fiatal tehetségeket támogassuk, és hát mindig egy fontos lökést ad számukra, és egy felkészülés, egy múzeumban megmérettetni magukat, és hát a kicsi múzeum is, de a világ közepén van Máté Szalkán, és hát ezek a gyerekek, ezek mind komoly művészek lettek, és megállják a helyüket. És hát ugye most visszatérnek a fölföldobott kőföldedre, hol most azok az alkotók mutatják be anyagukat a Szatmári Múzeumban. Aztán haladunk is tovább, mindjárt áprilisra, április közeleg a Föld napja, és ebből az alkalomból mindig komoly természet fotókkal, vagy természetet bemutató kiállításokkal készültünk. Korábban a TIDE, a Természetvédelmi Szövetség kapcsán a Nimród Fotóklubnak az alkotásait, most pedig a Szekszárdról jön egy fantasztikus hölgy, aki fotózik, és mellette magyar íjász bajnok is, Alexandra Manea fantasztikus természetfotóit mutatjuk be, és hát ehhez kapcsolódóan azért Máté Szalka mindig a filmmel összekapcsolódik, ugye Hollywood bölcsőjeként, és hát említetted, hogy Hollywood, ugye az Oscar díjról is beszéltek, hát mi egy piciny szelet vagyunk, hát ha a Máté Szalkaiak nincsenek, ugye nincs Szukor Adolf és nincs Tony Curtis, hát ugye Hollywood helyén még mindig sivatagban mi ezt hisszük és valljuk is rendületlenül, hogy ez egy Magyarország vadjai című film is kapcsolódik, és természetfotósokat, illetve filmeseket is meghívunk erre a kiállítás megnyitóra. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha a filmművészet minden kiállításhoz, minden nagyobb rendezvényünkhöz kapcsolódni, és majd mondom is, hogy hogyan kötődünk újra, hiszen tavaly megalakult a Magyar Hollywood Tanács. A Máté Szalkai Fényes Napok keretében avattuk fel Szukor Adolf, aki Máté Szalkán nevelkedett, ugye Hollywood megteremtőjének, és a városból elszármazott szülői által Máté Szalkai kötődésű Tony Curtisnek a emléktábláját a zsinagóga falán, és hát mi ezt a hagyományt tovább szeretnénk ápolni. Májusban ehhez kapcsolódik, hogy diákoknak, középiskolás, illetve általános iskolás
gyerekeknek egy Cukor Adolf Tony Curtis versenyt szeretnénk rendezni, nyilván felkészíteni őket erre a versenyre, amely viszont kapcsolódik majd az országos, hiszen a Hollywood, Magyar Hollywood Tanács azokat a helyeket, ahol magyar vonatkozású hollywoodi színészek, rendezők vagy zeneszerzők vannak, mind-mind bevonják ebbe, és végül ebből egy országos Hollywood verseny fog kialakulni az év végére, én bízom benne, és hát ezt májusban rendezzük, ezt a vetélkedőt. Ezek a Szatmári Múzeumban. Tervek, és amúgy az egyik lehető legjobb és leghálásabb vendég vagy, mert annyi mindent és annyi információt, programot ajánlasz pár percben, hogy az hihetetlen. Még egy kérdés, igen, ami nagyon fontos, ugye a múzeumok életében, és igyekszünk hétről hétre minél több múzeumigazgatót meghívni, és feltenni a kérdést, hogy ti is készültök majd a múzeumok éjszakájára? Hát hogyne, hát mindjárt azzal, oda jutunk el gyorsan, hogyha még gyorsabban mondom. Még van egy perc. Még van egy percem. Igen, és akkor Tony Curtisre azért mindenképpen emlékezni kell, június másodikán született, és egy estén egy emlékestet rendezünk, szintén megint hollywoodi, magyar származású rendezőkkel, filmrendezőkkel, egy kerekasztal beszélgetés keretében filmvetítéssel, és már ott is vagyunk júniusban, amikor június 21-e a múzeumok éjszakája, és hát már most azokat a szerződéseket kötjük meg, már szervezzük a programot, bizony-bizony, mert hát itt van március, és mindjárt vége a fél évnek, és elérkezünk a nyár legrövidebb éjszakájához, ugye a Szent Iván éjjeléhez, amikor pedig megint újra és újra várjuk a múzeumot szerető látogatókat. De hát addig rengeteg programot ajánlottál, már kezdve ugye a jövő heti programotokkal. Én nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig, ahogy ígértem, egy olyan videó, egy olyan bejátszás következik, ami többek között az Oscar-díj átadót idézi fel. Hát nem titok már napok óta, ugye, hogy a 89. díjátadón Deák Kristóf Mindenki című kisfilmje bezsebelte az egyik díjat. Ezzel kapcsolatos kis összefoglalón következik itt a Weekendben. And the Oscar goes to Sing. A tavalyi siker után idén is izgulva várták a magyarok az Oscar-díjátadó gálát, hogy a Mindenki című rövid film ajon bekerül vagy sem a mindössze három tagot számláló magyar Oscar-díjas filmek listájára. Thank you. Ezen a videón azt láthatjuk, amikor a rendező Deák Kristóf, valamint a stáb többi tagja, Mali Róbert operatőr, Csillag Manó vágó és Balázs Ádám zeneszerző január 24-én megtudják, a Mindenki ott van az Oscar jelöltek között. A legjobb rövid film kategóriát egyébként elsőként 1931-ben ítélték oda James Parrott The Music Box című alkotásának. Ebben a kategóriában is összesen 5 versenyeztek a szoborért idén, ezt az 5 filmet összesen 137 közül választották ki. A magyar Oscar-díjak érdekessége, hogy az elsőt Rufus Ferenc kapta 1981-ben a Légy című animációjáért. Majd egy évvel később Szabó István Mephisztója vitte haza a szobrot a legjobb idegen nyelvű filmnek járó kategóriában. Ezután 3,5 évtizedet vártunk a következő magyar sikerre, amikor tavaly Nemes Jeles László rendezésében a Saul fia lett a legjobb idegen nyelvű film. A következő évben, azaz idén pedig ismét van magyar Oscar-díjas alkotásunk. Reméljük, az újabb kiemelkedő sikerre nem kell ismét több évtizedet várnunk majd. Miért vagy szomorú? Nem vagyok. A 2017-es év pedagógus Oscar-díjának általános iskolai kategória győztesét, Róma Ádámot köszönhetjük itt, akinek ezúton is gratulálok, de nem egyedül érkeztél, hanem itt van az a kolléganőd, aki lényegében ajánlott, nevezett erre a versenyre. Ugye nagyon sokszor halljuk azt különböző tehetségkutató versenyekben, hát igazából nem is én jelentkeztem, hanem mondjuk anyukám nevezett be a versenyre, vagy a baráti társaságból valaki, és hát ez is milyen furcsa, hogy Ádámnak a kreativitását, szakmai tudását és munkásságát lényegében a kollégák és a szakmában is jeleskedő tanító kollégák elismerik, és azt mondják, hogy ezt méltatni kell és meg kell mutatni a világnak. Pedagógus Oscar-díjra jelölted Ádámot. Hogyan jött az ötlet? A NetEdukációnak a Facebook oldalán találtam egy ilyen felhívást, hogy te kit jelölnél pedagógus Oscar-díjra. És ez olyan jól hangzott, ez a pedagógus Oscar-díj, és akkor olvastam el, hogy miről van szó,
És akkor azt kérték, hogyha ismerek olyan pedagógust, akit nagyra tartok, a szakmai munkáját elismerem, és hozzá még lelkes is, akkor nyugodtan jelöljem erre a díjra. És mindent elolvastam róla, amit ez kért, ez a jelölés. És akkor egyből eszembe is jutott Ádám, hogy igaz, hogy a mi iskolánkban, ahol mi tanítunk, az egy kis iskola, nagyon sok jó pedagógus van, de olyan lelkes, mint Ádám, olyan azért senki nincs. Hát nagyon hát sok mindent csinál, ugye Ádám már többször volt vendégünk, igen. És akkor lehetett hallani, hogy többek között mondjuk ilyen interaktív osztályfőnöki órákat is tart, meghív különböző munkakörben dolgozó, vagy éppen alkotó, ismert embereket. Volt nálatok humorista, állatorvos, táncművész, sorolhatnánk, de mi volt még az, amit így az ismertető szövegben te feltüntettél? Tehát írni kellett, igen, egy ismertető szöveget, és én nagyon sok mindent írtam róla a piszkozatba, hogy én mit tudok róla, meg milyennek látom a munkáját, és akkor az volt a legnagyobb gond, hogy utána ezt le kellett rövidíteni, mert csak 550 karaktert lehetett beírni a gépbe, és túl sok mindent csinált, tehát alig tudtam beírni, hogy na akkor tényleg a leglényegesebb dolgok legyenek benne, és én nagyon elismerem Ádámnak, ő egy fiatal pedagógus, jó, egy pár éve már pályán van, de ugye hozzám képest azért még nagyon fiatal, én már ezt nagyon régen csinálom, és én nagyon szeretem a tehetséges, kreatív embereket, akiben látom, hogy van valami, és azért én őt figyeltem is az iskolában is, és azt szeretem benne legjobban, hogy a gyerekek szeretik nagyon, tehát nekem nagyon fontos a gyerek, meg hogy a gyerek az iskolában jól érezze magát, és Ádám olyan, hogy az iskolában őt a gyerekek körül rajongják, tehát borzasztóan szeretik ő na minden hát akkor ezek szünetet, után szabadidőt. Mi is rajongjuk túl körül egy kicsikét Ádámot, hát tényleg gratulálunk neked. Azért ez nagy dolog volt, hogy itt nem feltétlen csak arról van szó, hogy jelöltek valahova, hanem egyrészt relatív egy rangos dologra jelöltek, és hát olyan emberek, akik elismerik a munkádat, akik mondjuk idősebbek, tapasztaltabbak, és látják azt, hogy amit te csinálsz fiatalként, az jó. Tehát, hogy ez így gondolom teljesen feldobott téged. Igen, nagyon meglepődtem, bevallom őszintén, de nyilván nagyon örültem neki, és hát, hogyha már jelölt éli, akkor természetesen elfogadtam, és hát azért nyomon követtem, hogy halad ez a verseny, de azért úgy próbáltam független lenni tőle. Úgy voltam vele, hogyha jó helyezést érek el, vagy talán meg is nyerem, akkor nyilván nagyon fog neki örülni, és hát hál' Istennek sikerült megnyernem ezt a versenyt. Az a jó ebben a versenyben, hogy többféle kategória van, ugye, amit említettem, ez az általános iskolai kategória, de volt bennette óvodapedagógiai kategória, középiskolai, és így tovább, és így tovább. Nagyon sok jelölt közül lettél az első, ez szavazat alapján ment. Hány szavazatot sikerült bezsebelni, mondjuk így a második, harmadik helyzettel ellentétben, vagy mellett, bocsánat? Hát nekem 1500 szavazatom lett, és a másodiknak, ha jól emlékszem, 800 szavazat, úgyhogy igazából, ha lehet mondani, nagy különbséggel sikerült nyernem. Lehet mondani, lehet büszke, tényleg, ez nagyon jó. Te mire vagy a legbüszkébb a saját munkáddal kapcsolatosan? Akár mondjuk mi az a terület, amit szeretnél tovább vinni, tovább erősíteni, amit látsz most már így a szavazatok alapján is, hogy ez jó útválasztás volt, Roma Ádám. Hát, hogy mire vagyok a legbüszkébb, ezt azért nehéz megfogalmazni, nyilván az ember maradjon mindig szerény. Talán én annak örülök a legjobban, hogy amit úgy igyekszem megvalósítani az iskolába, azt a gyerekeknek, illetve a szülőknek úgy látom, hogy tetszik, és talán erre vagyok a legbüszkébb, ha már kérdezted. És hát nyilván azt gondolom, hogy ha bár ezt a díjat most sikerült megnyernem, igazából ugyanúgy kell folytatnom tovább azt a munkát, amit eddig csináltam, akkor ér ez a díj valamit, tehát innentől kezdve nem lesz láblógatás, akárha nagyon szeretek sportolni, azt azért tudjátok, ugyanúgy úgy gondolom, hogyha ha van egy sportrendezvény, és ott, ha valaki elér egy díjat, meg kell ünnepelni, de ugyanúgy folytatni kell tovább, tehát én is úgy gondolom, hogy nálam is ez így lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és az a cél, köszönöm, amit most kitűztél magad elé, hogy folytatni az eddigi terveket, munkákat, az igenis szép dolog, és majd, hogy nem elvárjuk tőled mindannyian a gyerekekkel elsődlegesen ugye a sorban, hiszen tényleg nagyon szeretik az óráidat, és hát látod, a kollégák is elismerik a munkádat, ami nagyon-nagyon jó. Én köszönöm szépen egyrészt a jelölést, meg hát gratulálunk köszönöm akkor az eredményhez. Önöknek pedig egy kis videóval kedveskedünk, hiszen
ilyen Facebook Messenger hívással sikerült elérni Pankotai Péter színművészt, énekest. Hamarosan március 11-én Nyíregyházán fognak koncertezni, de hogy pontosan miről van szó, már is jönnek a részletek. Pankotai Péter, aki kivételesen nem Nyíregyházáról, hanem Budapestről jelentkezik, ha jók az információim. Szia Peti, mi újság van veled? Szervusz, Vivian, szeretettel köszöntöm a nézőket. Valóban azt hiszem, hogy Budapest. Igen. Annyi helyen van az ember, hála a jó Istennek, de igen, most innen abszolút a fővárosból. Annak kapcsán, hogy március 11-én szombaton este 7 órakor a Vikár Sándor Zeneiskolában Nyíregyházán lesz egy nagyon érdekes koncert, három ifjú tenor. Három tenor, te vagy az egyik, de ki a másik kettő? A másik két kollégám Derzsi György és Egercsik Csaba. Ez érdekes dolog, mert annak idején a Színház és Filmművészeti Egyetemre jártunk együtt, és gondoltunk egy nagyot az egyik évvégi ének vizsgára, készítettünk egy 10 perces mixet, egyfajta fricskaként az akkor nagyon nagy sikerű három tenor felé, de nagyon nagy alázattal és zenei minőséggel, és ennek olyan jó siker, nagy sikere volt, hogy látott minket egy producer, egy szervező, és meghívott minket az akkor 150 éves Lánchíd ünnepi műsorába, ahol már zenekarra léptünk fel nagyon nagy sikerrel, és hát ez a siker széria hál' Istennek nagyon sokáig folytatódott. Sikeres volt a 2016-os éved is, vajon milyen lesz a 2017-es? Mit terveztek? Remélem, hogy nagyon jó, mert hát ez jó felhangot ad, ez a március 11-i Nyíregyháza, ahol nagyon sok ismerőst és nem annyira ismerőst várok nagyon nagy szeretettel a fiúkkal együtt. Azon kívül április 30-án lesz egy Víg Opera Offenbach eljegyzés Lámpafénynél, és egy operatál, amit szintén én rendezek, a gálában énekelek is. Ezt többfelé majd nyáron is szeretnénk vinni. Aztán a Madách Színházban június elején lesz a Szerelmem Shakespeare, amiben játszom egy prózai szerepet. Ez nagyon jó, mert nagyon régen játszottam prózát. Illetve hát nem is olyan régen, mert a Király találkozó, ami viszont Vácott volt, olyan nagy sikere volt, hogy Kosgai Zsolt az író elhatározta, hogy készít belőle egy tévéjátékot, és ezt májusban el fogunk forgatni, úgyhogy egy nagyon érdekes történelmi témájú dolog. Vác, Nyíregyháza, Budapest, hát nem csak ezek a városok, hanem szinte az összes város várt és várt titeket továbbra is. Tavaly sokat voltatok, illetve tavaly előtt is Amerikában, mesél az élményekről. Igen, hát nagyon érdekes dolgok voltak, ugye én már 5 éve járok folyamatosan, mint a Magyar Színművészet Nyugati Parti nagykövete, amit ilyen elismerő díjat kaptam, és próbálok ennek a kihívásnak megfelelni. Valóban nagyon szép műsoraink voltak, tavaly ugye a 60 éves forradalom évfordulóján Luther Imre kollégámmal Kanadában, Amerikában voltunk 20 helyszínen nagy sikerrel, és most pedig ősszel ismét a Los Angeles-i Dél-Kaliforniai Magyar Színház vendégeként egy újabb darabot fogok rendezni. Úgyhogy ez folyamatos ez a kapcsolat, és én nagyon örülök, hogy ennyi külhoni magyar jön ezekre a fellépésekre, rendezvényekre. Egyre többször látjuk azt ugye több portálon, hogy különböző kis beszélgetéseket rögzítesz, élő bejelentkezéssel támadod a rajongókat, az érdeklődőket. Hogyan jött ez az ötlet, és kiket szólaltatsz meg? Hát olyan remek beszélgetések kapcsán, amit ti is csináltok, és nyilván ez a kulturális dolog, ami szerintem egy olyan szegmens, amit erősíteni kell, és az internet nagyon alkalmas arra, hogy ezt kibontakoztassuk. Olyan kollégákkal, akiket ismerek, játszunk együtt, vagy nem ismerek, és soha nem találkoztunk, már olyan is volt, megpróbálok heti rendszerességgel beszélni, és ugye kötetlen ugye nincs kamera, nincs stúdió, világítás, csak egy harmadik szem, ami minket kívülről néz, és úgy ez a baráti beszélgetés tulajdonképpen neve lehet belekukkolni, az emberek is sokkal jobban megnyílnak, és beszélgetünk olyan dolgokra, ami tényleg foglalkoztatja őket, és ez hála Istennek tényleg nagy táborra kezd lenni, és ennek nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy akkor egy olyan dolgot csíptünk meg, ami ki lehet teljesíteni, és erre nagyon alkalmas ez a dolog, hanem maximálisan kihasználó. Abszolút, és köszönjük a lehetőséget. Március 11-én, tehát akkor a három ifjú tenor énekel majd Nyíregyházán. Köszönöm szépen, Peti, hogy rendelkezésünkre álltál, és várunk téged szeretettel.
köszönöm szépen, és én is várok mindenkit akkor erre a koncertre, nagy szeretettel, és a zeneiskola nagy termében, ahol én még nem léptem föl, úgyhogy nagyon örülök, ez egy premier lesz számomra is. Egyre többen szeretik, vagy éppen kipróbálják a különböző extrémnek minősített sportokat, illetve rendezvényeket. Következő vendégeim is hasonló témakörben érkeztek, hiszen cross versenyre, cross rendezvényre invitálnak minket. Szűcs Gergő és Tóth Levente, a Várliget cross szervezői csapatából érkeztek ki, de hát mi is ez a cross verseny, és hol fogjátok megrendezni? Hát ez a cross, ez az országúti és a terepkerékpárnak a összevont változata. Uh-huh. Ez egy várkertben lesz megrendezve. Aránylag nagy szint emelkedés lesz a versenybe, a körökbe. Na várjál, ezt hogy kell elképzelni? Tehát akkor kétkerekű kerékpárokkal száguldoztok ott a Kisvárdai vár környékén, igen, a tó környékén. Igen, de mi a lényeg? Tehát körbe-körbe mentek, vagy itt a ugratni lényeg, kell? A lényeg, hogy akadállyal tarkított pályán megyünk ugye körbe. Vannak helyek, ahol le kell szállni, van, ahol ugye ilyen magasabb dombra megyünk fel, ami a versenyzőknek a pulzusát megnyomja, és különböző... Tehát igazából egy hatalmas adrenalin löketet ad egyrészt a versenyzőnek is, meg hát gondolom a nézőnek is, mert hogy azért ez egy nagyon látványos sport, tehát konkrétan az is nagyon szívesen bekapcsolódhat az, aki mondjuk nem feltétlen rajongója ennek a dolognak, hanem csak így leül esetleg az egyik padra, és így ámul-bámul, gondolom én. Kiket szokott megmozgatni amúgy ez a rendezvény, Gergő? Megmozgatja igazság szerint a városlakókat is, kortól és nemtől is függetlenül, és pont azért, hogy megmozgassunk mindenkit, azért a szurkolók közt is lesz egy versenyünk, lesznek különböző pontok, olyan helyen a pályának, ami azért jól belátható, és azzal is lehet nálunk nyerni, hogyha valaki szurkol. Mit kell tenni? Vagy hogy minél kell hangosabban, majd? Minél hangosabban kiabálni, minél inkább megőrülni, lehet hozni kereplőt, bringavázat, vagy akinek amilyen van, kolompot akár. Mit lehet majd nyerni? Csak hogy lesz, akkor én is ott legyek, igen, tudod. Tehát a versenyzőknek ugye lesz érem és kupadíjazás, uh-huh, illetve pénzdíj. Olyan kategóriákban, ahol legalább 4 induló van, ott az első helyezettek azok 10.000 forintot, második helyezettek 5.000 forintot, és a harmadik helyezett az 2 vagy 3.000 uh-huh forintot. Ugye gyerek... És a leghangosabb versenyzők között így van, is akkor... Nekik is díjakat fogunk kiosztani, de az még meglepetés, hogy ők mit kapnak. Bocsánat, nem leghangosabb versenyző, hanem leghangosabb szurkoló, ez előbb rosszul, vagy rosszul használtam. Hát én nagyon kíváncsian várom ezt a dolgot. Március 12, és hány órakor érdemes ellátogatni a Várligetbe? A gyerekfutam az majd 10 órakor fog kezdődni, a hobbisták azok majd... 11-kor rajtolnak el, és az elit kategória az 12-kor. De azért is érdemes egyébként ellátogatni Kisvárdába március 12-én, mert hogy ez egy olyan utolsó dátum, hogy a kisvárdi várat így a jelenlegi állapotába meg lehet tekinteni, mert március végén megindul egy felújítás, ugye rekonstruálják a várat, és adja magát. Nem tudom, hogy milyen jellegű ez a verseny. Hányan jelentkeztek? Van már egy ilyen körülbelül számotok? Van, online is lehet regisztrálni. Eddig 70 fő regisztrált. Gondolom leginkább a megyéből. Nem, már határon túlról is, de Budapestről is, Miskolcról is, Székesfehérvárról. Tehát elég népes tábor lesz, és elég sok helyről. A Tirpák Cross és a ti nevetekhez fűződik, igen, azért szegről végről, de itt ez a Várliget Cross Kisvárdán, ahogy te is említetted, azért is érdekes, mert a várat lényegében utoljára lehet így látni kissé romosan, de hát így is a miénk, de későbbi szép pompájában, hát ha pár év múlva egy újabb Várliget Cross-t tudtok majd így szervezni. Van. Hagyományteremtő szándékkal készül, hogy szervezzük ezt a versenyt, tehát ez egy évről évre szeretnénk. Ahogy a Várda Cross-t is, ami ugye a kültelki részeken szokott
Na hát legyen így, halljátok, akkor jövőre is ugyanígy találkozzunk, majd ezzel a rendezvényel is akár március 12-én, akkor délelőtt 10 órakor a Kisvárdai Várnál várják önöket, Gergő és Levente, meg hát ahogy hallhatták, több mint 70 versenyző. Nem sokára jövünk vissza a Weekend második részével, ahogy ígértem, az ikreké lesz a főszerep.